Sziasztok! A mai videó is egy vlog videó lesz. A legutóbbi videóm is egy napi vlog volt, ez is az lesz. Kezdem nagyon megszeretni ezt a műfajt, mert én ezt szeretem mostanában a legjobban nézni másoknál, úgyhogy azért csinálok én is most többet, de írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltak egyébként az ilyenfajta videókra. A legutóbbi videómban elmondtam nektek, ami most megjelenik itt, de az infoboxban mindenképp. Itt vagy itt, és az infoboxban mindenképp. Amiben elmondom nektek azt, hogy szeretnék őszintébb tartalmat gyártani. Ami, hála Istennek, senki nem értette félre, nem azt jelentette, hogy eddig nem őszinte tartalmat gyártottam, mert igen. Mert nyilván a jó pillanatokat, a jó napokat teljesen 110%-ig őszintén megörökítettem. De a rossz napokon, mint például ma, nem vettem fel a kamerát, és nem kezdtem el nektek beszélni arról, hogy mi a rossz az életemben, mert arra gondoltam, hogy napvégén senki nem azért akar feljönni a YouTube-ra, hogy engem hallgasson panaszkodni, vagy bárkit, hanem hogy jó kedvű, jó hangulatú videókat lássatok. De ahogy én növök és formálódok, én nagyon szeretem a nyers tartalomgyártókat, akik igenis oda mondják, hogy na ezt elcsesztem, na ebbe hibáztam, na ezt most félreértettem. Én is csak emberből vagyok, és az én életem sem egy vígjáték, hanem nekem is vannak rosszabb napjaim. 4 évet csinálom ezt, és egy kicsit belefáradtam abba, hogy mindent fahéjér cukorba kétszer egymás után megforgatok, és csak azután mehet ki az internetre, hanem szeretném azt, hogy leülök, és most el fogom nektek mondani, hogy tegnap nagyon összevesztünk a Mátéval. Nehézbítő körülmény, hogy egy temetés és egy halotti tor között tettük ezt, az autóban, félúton, és nem tudom, hogy mennyire súlyos ez most, mert mi nem nagyon sokszor szoktunk veszekedni, és ez most egy erősebb vita volt kettőnk között. Ez volt tegnap, és ma pedig elvileg egy összejövetel lesz nálam este, egy sajtkóstolós buli, ami már volt nálam 2 hete is, és nagyon nagy sikere volt, ezért szerettem volna még egyet csinálni. Máté is hivatalos, és nem tudom, hogy el fog-e jönni. Úgyhogy nincs kifejezetten jó kedvem, és aggódom, de el kell kezdeni a napot, ki kell takarítani, és vasárnap pedig Máté szülei jönnek hozzánk ebédre, és én főzök. Szóval, ja, most ezzel a szombattal és vasárnappal szembe kell néznem, és valahogy ki kell bekelni. Úgyhogy kezdjük! Elsősorban takarítani kell, mert a fűtés miatt nagyon nagy por van, a Rozi miatt meg rengeteg kutyaszőr, úgyhogy kezdjük. Nem szponzorált, de hogyha akartok, hívjatok fel. Most rajtott be a cuki szomszédunk sütivel, hozott nekünk kóstolót abból, amit csinált. Milyen aranyos! De finom! So good! Ennyi időbe, mert semmi más nem csináltam, mint amit minden nap csinálok suli előtt. Minden nap kb. Olyan 40 percet szoktam takarítani suli előtt, és most se csináltam semmi mást, és mégis 2 óráig csináltam. The fuck? Na! Ma este
Jó! Oké, anyám káposztás tésztát főzött, és ez most torba várt. Jó, ma este... Jó! Nem bírom, ez nagyon büdös. Szóval, mint említettem, nektek sajtkóstolós buli lesz. Most gyorsan felírom, hogy mit kell még vennem, és elmegyünk vásárolni. Szeretek veszélyesen élni, figyeljetek. Teszkós zacskóval jöttem az osamba. És egy ilyen csatornát néztek, tudjátok? Ez a veszélyes élet. Bűnözők. Ha lennének rá szavak, hogy elmondjam nektek, hogy milyen módszerett ideges lettem, elmondanám, de nincsenek rá. Egyszerűen ez a kosár nem működött. Szóval tulajdonképpen annyi volt a bajom, hogy nem működött a tologató dolog, és ha toltad előre, akkor ő megfordult saját magától, és egyszerűen nem tudtál vele mit csinálni. És ahány embert én ma segbe vágtam a tologató kocsival, életemben 20 év alatt nem vágtam annyit segbe, se kézzel, se kocsival, semmilyen eszközzel, mint ma azzal a szaros tologató izével. Megyek is, és bocsánat, de mire? Elment volna onnan a szegény néni, akit segbe vágtam, már segbe vágtam a következőt, és szerintem mindenki azt hitte, hogy direkt csinálom. Közben meg rossz volt a kosár. Ami egyébként nem bosszantana fel ennyire, csak alapvetően dühös vagyok, mint tudjátok, a tegnapi dolgokért megfeszült, és ezért egy kicsit ilyen... Na jó. Ez annyira jó. Na jó. Ezzel nem különálok meg senki. Let's be real! Őszintén szólva, én magam sem hiszem el, hogy kész lettem. Megcsináltam a kajákat kb. 40 perc alatt, mert elkezdtem vágni a videót, belemerültem, és jó 2,5-3 órán keresztül azt vágtam, aztán így hirtelen így felfogtam, hogy basszus, hozzám egy órán belül vendégek jönnek, úgyhogy összedobtam, megmutatom nektek, hogy mit. Ez lett a paradicsomos, bazsalikomos, mozzarellás összeállításból, hogy mindenki összeállítja magának, mert elcsesztem az időt. Van itt a libamáj trüffel, meg van még ilyen csinos tálalóban is, dióban van megforgatva, itt a cheddar sajt, a tuckex és ez a sajt, ami végül, ez a büdi sajt, ami végül csak nyakon letöntve áfonyalekváros dióval meg mézzel, mert nem volt időm megsütni. Itt van fűszeres vaj, ami úgy lett fűszeres, hogy a tetejére raktam, mert nem volt időm belekeverni. Kex, amit nem volt időm kicsomagolni, és tányér, mert nem fog mosogatni. Úgyhogy ez itt az összeállítás. És van még ez a feta sajt a hűtőben. Ez, amit majd még nyakon kell önteni olívaolajjal, és úgy megsütni a sütőben. Mióta lefogytam, nincs seggem. Oh. Ja, és akit érdekel, hogy Mátéval Mizu, nem tudom. 20-39, és egészen úgy néz ki, hogy egy barátom van, és az is a rohacsika. Buongiorno, guys. La roba di abono. So many food. Prosciutto cotto, parma cotto. Na, azt mondja. 21-01. Mindjárt. 21-01. És Roli van? Még mindig csak én. Még mindig csak Roli az egyetlen barátom. Nem baj, real friend. Hello. Itt a Ricsi. Gyere. Sziasztok, srácok. Szavaztuk tesz, hogy most a színeszeget szeretném kérni, hogy azt a kis csodát, ami a kezemben. Fél. 10-kor már két barátom is van, nem csak egy. Ez is micsoda? Legjobb Bari. Oh, I see! Aki megfürdetett a WC-be, az a srác jön most, ugye? Megfürdetett a WC-be? Igen. Megvárjuk? Mi? Gyere, kapjuk el. Gyere, megfürdetjük a WC-be.
Figyelj, meg kell mondja. Na, ez lesz a clickbait. Ricsit megfürdették. Na, így várom. Szia. Vlogolok. Benne lehetsz? Na, időközben végül mindenki beesett és 10-en lettünk. Most mentek el a srácok, most lett vége a bulinak, és mindenki eljött, csak az nem, akit a legjobban vártam. De hát ebbe is most bele kell törődnöm, hogy egy kicsit negatív hangom van vége ennek a videónak, úgyhogy majd legközelebb jókedvű videóm lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és találkozunk a következő videómban. Sziasztok! Na, úgy néz ki, hogy tulajdonképpen még nem sziasztok, mert konkrétan hajnali 2 van, és valakinek most sikerült becsöngetnie hozzám, úgyhogy ha megölnek engem ma este, akkor azt felveszem kamerára, gyerek. Ötletem nincs, hogy... Played my part, I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. We pick up the pieces and start again. Don't give up, we're holding on. For what it's worth.